7. alkalommal tartották meg a Mesternapok elnevezésű rendezvény Tóbecsén a TJ Elektroszervisz Tripolszki cég szervezésében, melynek továbbra is elsődleges célja a társalgás és barátkozás volt. Emellett pedig a jövőbeli együttműködés megalapozása. A mesterek találkozójára idén is szép számban, mintegy 60-an érkeztek résztvevők Újvidékről, Belgrádból, Adáról, Szentáról, Kátyról, Tiszakálmánfalváról és Magyarországról. 50-90%-ában mindenki megjelenik, hogy meghívok. A cél pedig ugyanaz, ami volt, hogy leüljünk, beszélgessünk, társalogjunk, és hogy egy emléket alapozzunk magunknak, amit nem, senki nem bír elvenni tőlünk, meg hogy megalapozzuk a jövőbeli közreműködést, szélesítsük a munkakörünket. Ennyi, nem nagy valami az egész, de ezt én döntöttem el 7 évnek ezelőtt, hogy ilyet csinálok, és egy kicsikét szizifosz is vagyok, hogy továbbra is csinálom azért, mert önállóan csinálom az egészet, senki nem segít be az egészbe. De nem esik nehezemre egyáltalán. Örömmel jönnek el, aki csak tud. Ha nincsenek éppen szabadságom, vagy mit tudom, nagy munkába, vagy lakodalomba, szóval aki csak tud, eljön, de elfogadják, és örülnek is úgy mondva, hogy eljöhetnek egy ilyen találkozóra, ahol eszmecsere is van, ugye a munkáról is, meg az egész évi, meg a környezetről, a koronavírustól kezdve a minden, ugye, és akkor így egy kicsit kiengedjük ugye magunkból azt a negatívumot a társadalmon keresztül. A résztvevőket idén is a Szigma együttes szórakoztatta, akikhez csatlakozott a Fingerbang zenekar. A mestereket őszpörköltel, malacsülttel és csapolt sörrel vendégelte meg a Tripolszki család. Minden évben ők szoktak megjelenni, régi ismerősök is, még a zenét is, amit nyomnak, az nem tudom, mindenkinek megfelel, úgymond van. Az idén annyi kivételével, hogy a Fingerbang is ugye itt lesz, a Gurjanov Ládóba, akik kibővítsük egy kicsit ezt a megszokott ritmust, úgymond van.